Csillogó szemek és csóváló farkak. Örülnek az állatbarát alapítvány lakói, ugyanis jelentős mennyiségű étel érkezett hozzájuk. A több, mint egy tonna mennyiségű adomány kutyáknak és macskáknak is tartalmaz száraztápot és konzerveket, sőt, néhány adag jutalomfalatot is rejt ez a nagy halom. Körülbelül 220 kutyáról gondoskodunk most, és durván 30 macska van a telepen. Ez a kapott tápadomány, amiért nagyon hálásak vagyunk, és nagyon szépen köszönjük minden felajánlónak. Körülbelül 2-3 hétre elég, hogyha kizárólag ezzel etetünk. Ugye vegyes táplálkozás van, de ez egy nagyon szép mennyiség, úgyhogy tényleg nagyon hálásak vagyunk érte. Legutóbb a Valentin napi rendezvényen gyűlt össze egy kisebb mennyiségű, pár napra elegendő adomány, előtte pedig az állatok karácsonyán közel 2 tonna. A mostani szállítmány a nyíregyházi kormányhivataltól és az Alfi üzletlánctól érkezett. Nagyon jó érzés az, hogy a kollégák ilyen érzékenységgel fordulnak az állatok védelme irányába. Azt gondolom, hogy aki az állatokat szereti, az a mindennapi életben, a mindennapi munkában is másképp viszonyul az élet dolgaihoz, vagy másképp látja a világot, úgyhogy bízom benne, hogy még ilyen és ehhez hasonló akciókat tudunk szervezni. Magam is nagyon fel vagyok villanyozni a tekintetben, és még egyszer mondom, óriási öröm a számomra, hogy a kollégák ennyire fogékonyak az ügyiránt. Az állatbarát alapítványnál ilyenkor nem csak az ételadományok mennyisége nő meg, a dolgozók egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az adóból származó 1%-os kampányukra. Évente átlagosan közel 5000 ember dönt úgy, hogy ennek az alapítványnak adja. Tavaly közel 20 millió forintot kaptak. Ebből több mint 500 kutyát és közel 200 macskát tudtak megmenteni, gyógykezelni és etetni.